Köszöntöm nézőinket, önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Székely Unokák csoport, a bukovinai néptánckincs megőrzése és továbbadása a céljuk. Közel 150 mintát küldtek a termelők, első alkalommal szervezett pálinka versenyt a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége. Élet Csoki országban, az Erdélyből áttelepült Várnagyi család története. Átadták Csaba királyfi mellszobrát, 80 évet értek haza a bukovinai székelyek Magyarországra. A Bukovinából előbb a Bácskába, majd főleg Baranya-Tolna és Bács-Kiskun megyébe telepített bukovinai székelyek többségének már csak a leszármazottai élnek. Az unokák, dédunokák feladata az, hogy a bukovinai székelység kultúrkincsét megőrizzék és tovább örökítsék. Bátaszéken a Székely Unokák csoport vállalta és szívvel lélekkel gondozza, ápolja az elődök örökségét. A népzene és a néptánc, a népköltészet és a nyelvjárások eltűnőben vannak. A Bukovinából hozott tánckincs régi székely örökség. Ennek megőrzését és továbbadását tűzte ki célul a Székely Unokák csoport Bátaszéken. A hagyományőrzés azonban nem korlátozódik kizárólag a zenére és a táncra, hanem a bukovinai székelység néphagyományait kívánják tovább éltetni. A csoport a bátaszéki székelyek baráti körén belül működik. Úgy gondoltuk, amikor 2016 őszén három házas pár összefogott, egyetlen egy estére szerveződtünk, egész pontosan a 2017. január végén megtartandó bálunknak a nyitó táncát gondoltuk, hogy bukovinaiasan táncoljuk, és hát Péter tanár úr bevállalta, hogy megtanítja velünk ezt a nyitó táncot, majd szerintünk olyan jól sikerült, hogy egybe maradtunk. Természetesen lehet külsősöknek is csatlakozni. Nálam nagyobb emberek mondták, hogy bukovinai székelynek már születni nem tud az ember, de azzá válni lehet. Úgyhogy szívesen látunk bárkit. Jelen pillanatban 23 fővel működünk. Nem külön egyesületként, hanem a bátaszéki székelyek baráti köre keretein belül működik a tánccsoportunk. A bukovinai székelyek magukkal hozták énekeiket, táncaikat, de most már az utódok, az unokák, a dédunokák feladata ezek megtanulása, megőrzése, továbbadása. Molnár Péterrel ugye mi egyéb csoportokban is találkoztunk, van egy kis kórus, ahol együtt éneklünk, onnan ismertük egymást. És hát ugye ők voltak azok, akik ezt az egész úgymond székely unokás vonalat elkezdték, ugye a fiatalabb generáció vette át itt a feladatokat a Székely Egyesületben, akkor én még nem voltam a tagja, és hát akkor felvetődött ez a lehetőség, vagy ez az igény, hogy egyrészt a székely báloknak a megnyitójára esetleg, hogy tanuljunk meg egy táncot, meg úgy egyáltalán megismerkednének a saját tánchagyományukkal, és én ugye már régebb óta táncoltam, a Felvidék Néptánc Egyesületnek is tagja vagyok, és ott mi tanultunk bukovinai táncokat. És akkor én mondtam a Petinek, hogy én tudok ebben segíteni, nagyon szívesen, szóval végül is így indult a dolog, egyébként három párral indultunk összesen, három pár volt a kezdő csapat, még a Felvidékből jöttek páran, és akkor így kitettünk egy kisebb csoportot, az első úgymond fellépés alkalmával, ami egy székelybálnak a megnyitója volt, de aztán annyira megtetszett a tánc mindenkinek, és ott a székelybálon is akkor utána kezdtek csatlakozni az emberek, aztán a kórusból is, hiszen ezután már arra az évre, hogy ez a székelybál ez általában február környékén szokott lenni, és akkor azt terveztük, hogy hát akkor már karácsonyra is csináljunk egy műsort, a kórus már régebb óta létezett, ugye, és akkor én azt mondtam, hogy mindenképpen akkor próbáljunk meg egy olyat, ahol az egyesületnek ez a két csoportja együtt szerepelhet a színpadon. Akkor a kórusból is voltak, akik kedvet kaptak ahhoz, hogy mégiscsak jönnének táncolni, és így szépen gyarapodott a csoport, és most ott tartunk, hogy nagyjából 10 pár az, akivel dolgozunk. Azóta több koreográfiát is már megtanultunk,
és hát igyekszünk magunkat egyre jobban, vagy egyre mélyebben belásni a bukovinai székelyeknek a tánchagyományaiba, és egyáltalán a néphagyományaiba, hiszen klasszikus hagyományőrző csoportról van szó. Tehát mi másfajta táncokkal nem foglalkozunk, csak a sajáttal, és a célkitűzésünk is ez lett azután már, hogy itt az Egyesületnek a rendezvényein tudjunk szerepelni, annak adjunk valamiféle méltó keretet, tehát ehhez kapcsolódó műsorokat csináljunk. Aztán ugye ez kibővült azzal, hogy egyáltalán Székely Szövetségnek a rendezvényein való fellépés, illetve még a városnak a rendezvényein való fellépés, tehát úgy döntöttünk, hogy nem leszünk ilyen úgymond hakni csoport, tehát most ilyen elhívnak akárhová, hogy gyertek el, mert szüreti felmenésen, szóval ilyeneket általában nem szoktunk elvállalni, hanem így, ahogy mondtam, hogy általában a székelyberkeken belül és városi rendezvényeken ez az alap célkitűzés a csoportnak. Első alkalommal szervezett pálinka versenyt a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, ezúttal a Tolna megyei Cikón. A megméretetésre közel 150 mintát küldtek a termelők bukovinai 12 településről. A párlatok között ritka érdekesek is voltak, a bukovinai székelyek egyébként egy egészen különleges pálinka receptjének ismeretével is büszkélkedhetnek. 2012-es évjárat és 46 fok. Bőven volt dolga a négy tagú zsűrinek az első alkalommal megrendezett bukovinai székelypálinka verseny bírálatakor. Hiába számítottak szakavatottnak, még így is kora reggeltől délutánig tartott, amíg valamennyi beküldött mintát megízlelték és osztályozták. Egy nagyon szép számmal érkeztek minták, 137 minta érkezett, olyan 12 helyről érkezett, küldtek be mintákat, úgyhogy úgy gondolom, hogy szép eredmények, de majd a bírók biztos ezzel kapcsolatban bővebben tudnak mondani. Az asztalra gondosan előkészített üvegekben rengetegféle párlat volt. Volt, aki hagyományos szőlőből készült pálinkával nevezett, de akadtak olyanok is, akik egzotikusabb gyümölcsökkel próbálkoztak. Kicsit ellentmondásosak a tételek, tehát vagy nagyon jók, vagy egy kicsit rosszabbak az átlagosnál. És azért a középmezőnyben úgy elég kevés pálinkát találtunk, de látszik, hogy vannak gazdák, akik nagyon oda tudnak figyelni a tételeikre, és igényesek a készítésben, és vannak, akiknek azért még van tanulni valójuk. A minták ízlelése 5 pontos, szigorú szabályrendszer alapján zajlott. A szakavatott bírák igyekeztek a pálinkák minden tulajdonságát értékelni. A minősítés az 5 szempont alapján történik. Először megnézzük mindig az illat és az íztisztaságát, ebben el tudjuk dönteni azt, hogy a tétel az főzési szempontból, tesztilás szempontjából hibátlan-e, nincs benne előpárlat, nincs benne utópárlat, illetve itt már föl lehet ismerni például a cefrézés hibát is, hogyha penészes volt a gyümölcs, rothadt volt a gyümölcs. Utána megvizsgáljuk nyilván a karaktereket, illat és ízkaraktereket. Ott pedig az, hogy az adott fajta benevezett gyümölcsnek mennyire jellemzőek a visszaadott karakterei. Tehát ha azt mondja valaki, hogy ez egy Stanley Silva, akkor hogy mennyire jön vissza a párlatban, amit ő benevezett. És ha ez jó, akkor természetesen felfele pontozunk. Ha pedig találunk benne egy kis visszafogottságot, tehát nem annyira karakteres, akkor nyilván kevesebb pontot adunk rá. Végül az ötödik szempont, az pedig a harmónia. Ilyenkor ugye az illat és az íz közötti összefüggéseket próbáljuk meg szemügyre venni, és hogyha nincs nagy eltérés, tehát nem kiugróan illatos és ízében meg rövid, hanem közel áll egymáshoz az illat meg az íz, akkor nyilván harmonikusnak találjuk a tételt, és ebbe azért itt ez a rész az, ahol egy kis szubjektivitást bele lehet vinni a minősítés során. A bírálóknak fontos a párlatnak alapot szolgáló gyümölcs vagy zöldség ízével, illatával is tisztában lenniük. Ez pedig manapság nem könnyű feladat, hiszen egyre több a nemesített növény, amik ízükben és akár illatukban is eltérhetnek a megszokottaktól. Valaki nem hallott még egy gyümölcsről soha, tehát nem evett ananászt, aminek kevés a valószínűsége, de ha
véletlen nem evett ananászt, akkor nyilván nem is tudja, hogy milyen ízt, illatot kell ismernie. Itt azért összetettebb a dolog, ugye nyilván a szilváknál, például, meg a kajszibarackoknál, mert itt is találkoztunk már újfajta kajszikkal, ilyen mint a Kyoto vagy Aurora kajszi, amik ugye most jönnek be inkább divatba. Ezek a párlatok, ezek nem annyira lekváros jellegűek, mint régen, ugye a nagymama lekvárjára ismerték az emberek fel a kajszibarackot, hanem inkább citrusos jellegűek, tehát inkább ilyen légiesebb, savasabb hatásokat mutatnak a párlatban, tehát ezt is fel kell ismerni most már. A bukovinai székelyek nem voltak könnyű helyzetben akkor, amikor pálinkát kellett készíteniük. A mai Románia és Ukrajna határán található jellemzően hegyvidéki tájon ugyanis kevés jó cukorfokú gyümölcs termett. A székely emberek viszont a zord körülmények között is feltalálták magukat, különleges párlatot kezdtek ugyanis készíteni, amiből aztán arrafelé hagyomány lett. Bukovinából is készítettek pálinkát. Hát ott nagy részt az asszonyok dolga volt a férfiak örömére, ugye itt fordítva a reklámot, és ugye a sert is főztek, illetve pálinkát is, pityókából. Úgyhogy olyan pityókát tartottak, éppen utána néztem, hogy hányfajta, ugye nálunk a krumplit pityókának nevezik, pityókával ültettek, és hát volt egy különleges, ami tulajdonképpen ember elé nem igazán volt való, ahogy írja a Sebestyén Ádám könyvébe olvasható, de viszont hát, hogy jó pálinkát főztek belőle. Vagyis a bukovinai székelyek úgy tartják, hogy az a bizonyos krumplifajta enni nem alkalmas, a belőle készített párlat viszont értékes kincs. Az idősek visszaemlékezésre szerint, tehát az asszonyok főzték a sert, meg a pálinkát. Hát a férfiak meg, ahogy mondtam az elég, tehát azok meg használták, de hát azért az asszonyok is szívesen, úgy gondolom. A bukovinai székelyek országos szövetségénél már most a jövőt tervezik, hagyományt akarnak ugyanis teremteni a pálinka versenyből. Jövőre majd, mivel ezt párhuzamosan szoktuk rendezni egy fajta ételkészítéssel is, ami az idén elmarad, és arra gondoltam éppen, hogy talán jövőre megpróbáljuk, hogy az asszonyokat is kicsit lefoglaljuk, fehér népeket, hogy egy kis pityók a pálinkára addig hát rááll a kezük, és akkor egy kis bemutató keretén belül díjazással egybekötve esetleg ezt a dolgot is visszatudnánk, ugye, ami már elfelejtett szinte minden évben visszatérő programunk lenne. Természetesen ez is egy ilyen fajta vándorlásként lehetőséget adva más településeknek. Úgyhogy hát bízom benne, hogy felbuzdulnak a résztvevők is, meg talán a házigazdák is, ugye elmondása alapján, úgyhogy ezt tovább tudjuk folytatni, és szerintem egy érdekes színfoltja lesz a programunknak. A Várnagyi család a 80-as évek végén költözött Erdélyből Magyarországra. Kinga, aki húgával még egy évet a mai Románia területén töltött a nagyszülőknél, hamar felnőtt, mielőtt Csoki országba jöhetett volna a szülei és öccse után. A tanárnő azt mondja, a hagyományok tiszteletét tanult a székely felmenőitől, és azt is, hogy mérlegelje, mi értékes és mi nem. Ezt ő is igyekszik örökségül adni saját gyermekeinek. A Gyimesben készült fotókat mutatja éppen Várnagyi Mihály és lánya Kinga. A képeket nézve megelevenedik előttünk az Erdélyből 1988-ban áttelepült család múltja és jelene. Én Szatmárnyi Betibe születtem, feleségem kolozsvári, és hát az életünket, a közös életünket egynek az kezdetén Kolozsváron jöttünk, addig, ameddig én egyetemista voltam, és az egyetemi tanulmányaim befejezése után Kolozsvárra ról költöztünk Szatmárnémetibe. Ott dolgoztam egy tervező intézetben több éven keresztül, és hát lettek aztán a gyerekek, jöttek sorba Kinga, Zsolt, Márti, és 88-ban úgy döntöttünk, hogy változtatunk, lépünk egy nagyot. Még abban az időben nem gondoltuk végig, hogy hát ez mit jelent. Ugye fiatalon az ember nem is biztos, hogy fel tudja mérni azokat az akadályokat, ami ugye előtte vannak, vagy előtte lesznek. 9 éves voltam, amikor a szüleim átjöttek az öcsénkkel.
és mi a húgommal ott maradtunk, Kolozsváron a nagyszüleimnél, és egy évet ott töltöttünk, ott jártam iskolába, ami egy nagyon-nagyon klassz élmény volt, nagyon-nagyon szívesen emlékszem vissza erre az időszakra, annak ellenére, hogy távol voltunk a szüleinktől. Nem volt egyszerű újra találkozni, újra együtt lenni, újra megtanulni egymást, de ez szerintem jól sikerült, ugye? Igen, úgyhogy én úgy emlékszem vissza erre az időszakra, hogy vártam, hogy jöjjek csoki országba. Mert hogy Romániában nem lehetett csokit kapni. Romániában álltunk a kenyérés sorba. Ne adj Isten, volt olyan, hogy petróleumos kenyeret ettünk, mert hogy petróleum maradt valahogy a kenyérbe, és nem volt más. Húst is csak nagyon ritkán tudtunk beszerezni, a banánt sem ismertük, tehát elég sok mindent. Úgyhogy én csoki országba jöttem ide, ahol azt gondoltam, hogy a kerítés is csokoládéból van, és leginkább ezt vártam nagyon. Azért ütköztünk nehézségbe az iskolába, a beilleszkedés az nem volt egyszerű, annak ellenére, hogy magyar ajkúak vagyunk, és magyarul beszéltünk otthon, és magyarok vagyunk, annak ellenére én például megkaptam, hogy te román vagy, és nehéz volt beilleszkedni, főleg úgy, hogy egyik iskolát váltottam a másik után a költözések miatt, úgyhogy azt hiszem, hogy a nehézségek ellenére azért elég jól, mint család összekovácsolódtunk. Közútkezelőnél dolgoztam egy gépjárműtartási csoportvezető, de aztán nagyon-nagyon rövid időben, egy pár hónap múlva átmentem az 500-asba, és mint mérnök tanár, műszaki tanár tevékenykedtem. Hát nagyon szép időszak volt az, amikor 11 tantárgyat tanítottam kezdetben. A kellő nehézségekkel, mert hisz ugye a Romániában tanultakat, a nagy részét romániában tanultam, és azokat azért nagyjából itt le kellett fordítani, le kellett adaptálni. Várnagyi Mihály később elvégezte a mérnök tanári szakot, majd a közoktatás vezetőit is, és az intézmény igazgató helyettese, aztán csaknem 15 évig igazgatója volt. Felesége a Pécsi Szimfonikus Zenekarnál helyezkedett el, mint brácsás, és nyugdíjba is az akkor már Pannonfilharmonikusoktól ment. Kinga a zenetagozatos általános iskola után humántagozatos gimnáziumba került, és egy erdélyi kirándulás során fogadta el, hogy onnan származik. Szombathelyen főiskolás évei alatt ismerkedett meg férjével. Két gyermekük született, jelenleg a PTE Deák gyakorlójában tanítónő. Mindkét gyerkőt keresztelője Erdélyben volt. Van egy háza a szüleimnek, egy kis nyaraló a Gyimesekbe, ami a szívünk csücske. És mindkét gyerkőcöm ott volt megkeresztelve, mindkettőjük keresztszülője erdélyi, tehát odavalósiak, barátaink, és minden nyáron ott töltjük a nyaraknak egy részét. A fiam, ő nem is érzi jól magát, ha haza kell jönni, de hogy hol a haza, tehát itt is otthon van, meg ott is otthon van. Úgyhogy nekünk ez így tényleg hol a haza, itt vagy ott, tehát mindenhol. Kinga öccse Zsolt Budapesten él, és villamosmérnökként dolgozik. Családjával ő is részt vesz az erdélyi hazalátogatásokon. Márta húguk pedig 7 év után költözött Budapestre, Teneriféről. Ő is szívesen jár Erdélybe. Barátaim is, rokonaink is, itthon vagytok? Mentek haza? Amikor meg onnan jövünk, akkor mentek haza? Mármint Pécsre. Tehát igazából ez, hogy mi az otthon és mi a haza, hát azt most számunkra egy picit nehéz definálni, de az, hogy magyarok vagyunk, magyaroknak érezhetjük magunkat itt is, és a Gyimesekbe is. És természetesen a szívem megdobban, amikor átmegyünk a határon. És a másik, amikor a Gyimesekbe közeledünk, felérünk a gyimesi hágóra, akkor nyilvánvaló, hogy akkor is ugyanez a szívdobbanás megvan. Például, amikor férjhez mentem, és a férjemet legelőször elvittem Erdélybe, még akkor nem is volt a férjem, csak a párom volt, és hazajövet megkérdezte, hogy ha én elveszlek feleségül, akkor én is román állampolgár leszek? Tehát, hogy valahol ő is otthon érzi magát ott, és befogadták, és ott is otthon van, meg itt is. Amiket így a nagyszüleink is igyekeztek továbbvinni, szerintem azt mi is tovább visszük. Például az ételeinkbe, hogy karácsonykor mit főzünk, az mindig ugyanaz marad.
Szerintem a gyereknevelésben is azért elég sok jön onnan, hogy mi az, amit fontosnak tartunk, és mi az, amit nem, mik az értékek. Szerintem ezek nagyon átjöttek nekünk, és a gyerekeinkben ott vannak. Nyolcvan évet értek haza a bukovinai székelyek Magyarországra. Erről emlékeztek meg kis dorogom. Az ünnepien átadták Csaba királyfi mellszobrát, illetve az öt székelyfalut szimbolizáló kopjafát is. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye kettes számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő azt mondta, a bukovinai székelyek mindig megőrizték magyarságukat. Szebbik estét fekete színre festették, fekete színre festették. Mint nőtt anyánk megátkozó, mikor a világra hozó, mikor a világra. A bukovinai székelyek hazatérésének 80. évfordulóját ünnepelték Kisdorogon. Az eseménynek a Nemzetiségi Emlékpark adott helyet, amely az öt bukovinai falut jelképező kopjafával, valamint Csaba királyfi, a székelyek legendás vezérének mellszobrával bővült. Attila király legkisebbik fia volt, és a székelyeket a monda szerint, mert ugye csak mondából lehet visszakövetkeztetni, monda szerint a székelyeket Erdélybe ő vitte, illetve ő telepítette le. Úgyhogy ennek az emlékét, illetve a kopjafáknak, illetve ahogy mondtam, a mellszobornak a leleplezése történik a mai nap. És bízom benne, hogy ez a közösségre jó hatással lesz, hiszen bármikor is erre járnak, emlékeznek a kultúránk egy részéről, hiszen a faragásokon keresztül, ugye, ami tulajdonképpen is itt visszautalnék arra is, hogy a kopjafáknak is ugye mindegyiknek szimbóluma van. Tehát a kopjafa magáért beszél, tehát a régi idősek ugye tudták azt, hogyha megláttak egy kopjafát, hogy az milyen alkalomból kié volt ez a kopjafa. Szinte minden jellegzetes, ami arról a szeméről szólt, az megtalálható volt. Én örülnék, hogyha valamilyen szinten ezeket az emlékeinket elő tudnánk hozni. Tulajdonképpen ez a mi kultúránk fontos része, a kopjafák. És ugye ezzel együtt, tehát nem csak egymásra rakosgatjuk a szimbólumokat, hanem értelmét adja annak, amit tulajdonképpen felállítottunk. Hát bízom benne, hogy a közösséget erősíteni fogja, és mintaként szolgál a többi közösségeknek. Éppen 1701-ben, 320 évvel ezelőtt került Jobaházi Dőri László kezére mindazok, többek között azok a földbirtokok, amelyek ma Kisdorog határában is vannak, és 1721-ben volt az első feljegyzés az első lakosokról, akik már adót fizettek ezen a területen. Tehát nagyon szép évfordulóink vannak. Akkor van jelentősége az emlékparkoknak, és akkor van értelme, hogyha ezután élettel tudják megtölteni ezeket a tereket, hogyha megélik ezeket a tereket, megélik azokat az eseményeket, amelyeket ezek az emlékparkok köré szerveznek majd, hogyha közösség áll mögötte, hogyha emberek veszik körül ezeket az emlékhelyeket, és az emlékművek történetét, jelentőségét, a jelentését, a szimbólumát folytonosan meg kell tanítani a fiatalabb generációknak. Ehhez szükség van arra, hogy az idősebb generáció időről időre megtanulja, és pontosan tudja, hogy miért hozta létre ezeket, tudja a jelentését ezeknek az emlékműveknek, és hogy ezt át tudja adni a következő generációnak. Már 40-ben nagyon sok fiatal telepedett vissza, illetve szökött át Magyarországra, és 1941-ben Teleki Pál miniszterelnök tragikus halála után megindult a visszatelepítés, azzal a Bárdosi László miniszterelnökkel, aki előtte bukaresti nagykövetként mindvégig ezt a gondolatot támogatta.
Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt, aki ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy a székelyek a számkivetettségben is mindvégig megőrizték magyarságukat. Arra emlékezünk a nemzeti ünnepünk alkalmával, 80 éve jöhettek vissza nagyszüleink, dédszüleink Magyarországra 1941-ben, és jó látni azt, hogy szinte minden településen, ahol most bukovinai székelyek élnek, valamilyen módon fizikailag is szeretnék megjeleníteni az itt létüket. Székely parkokat, sarkokat, kis szigeteket hoznak létre a településeken, ahol van lehetőség az ősökre megemlékezni, illetve nemzeti ünnepek alkalmával, vagy akár a Madafjalvi veszedelem napján le lehet tenni egy szál virágot, gyertyákat. Így van ez Kisdorogon is, most már évek óta bővül a Székely park. A Covid idején 5 kopjafát állítottak, azt nem tudtuk ünnepélyesen felavatni, de most elkészült a Csaba Királyfi szobor is, és így a kettőt együtt avathattuk. Szentcsok István és Jakab Róbertnek az alkotásai, és ez a közösség is úgy éri meg a mindennapjait, hogy büszke a származására, és a gyerekeinek, unokáinak ezt tovább is akarja adni. A megemlékezés zárásaként a résztvevők megkoszorúzták a Kisdorogi Székely Emlékparkban elhelyezett 5 bukovinai falut jelképező kopjafát. Hajtunk a buhármat hajló, de bezzek, hogy elher a szó. Fekete gyászra festették, fekete gyászra festették. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!